Számos vizsgálattal készülnek a kórház dolgozói a szűrővizsgálatra, amelyek során segítenek az esetleges betegségek felismerésében. Az orvosok hangsúlyozzák, fontos, hogy az is részt vegyen az ilyen jellegű vizsgálatokon, aki egészségesnek gondolja magát. A nőket érintő problémák felismeréséhez is elengedhetetlen, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljanak. A nőgyógyászati szűrővizsgálatnak a jelentősége abban áll, hogy a méhnyakrák kialakulása teljesen tünetés-panaszmentesen következik be, viszont a szűrővizsgálattal ez nagyon jól megállapítható már egy egészen korai stádiumban. Hát érdemes a 50 év körüli, főleg nőbetegeket, ez nőbetegeknek a betegsége, jönni szűrővizsgálatra, mert ezt néma járványnak is hívják, ezt a csontritkulásnak, mert nagyon soká okoz tüneteket, fájdalmat, csonttörést, esetleg elgörbül, hát. Tehát amikor ezek a tünetek már megvannak, akkor a csont állománynak majdnem, hogy a 30%-a elfogy. A férfiak esetleges betegségeiben is komoly segítséget nyújthatnak az ilyen jellegű szűrővizsgálatok. A férfiaknál az első helyen áll a prostata daganat, és ezeknek a kiszűrése fontos, és egyre fiatalabb korban fordul elő ez a betegség. Ebben az évben már volt egy alkalommal ilyen szűrés, úgyhogy most is remélem, hogy sokan el fognak jönni, főleg a 50 év fölötti betegeket, vagy illetve pácienseket várjuk vizsgálatra. A szűrővizsgálatok olyan elváltozásokra is felhívhatják a figyelmet, amiről eddig nem is tudott a páciens. Emellett az olyan problémákkal is az orvosokhoz fordulhatnak ezen a napon, amelyek eddig nyugtalanították a betegeket. A fő cél az, hogy az anyajegyeket végignézzük, úgyis jön a betegek nagy százaléka ezzel az igényel, de ha amellett bármit találunk, ami lehet daganat, ekcéma, és még nem volt itt a bőrgyógyászati rendelésen, akkor természetesen, hogy ellátjuk azt is a szűrésen kívül. Ugyan, sajnos az utóbbi időben, az utóbbi években vagy évtizedekben nagyon sok fülorgégészeti eredetű daganat van. Ha nagyon röviden vizsgáljuk, hogy a fejen és a gégében, a torokban lévő daganatok közül melyik mi a sorrend, akkor azt mondom, hogy a fül az elég kevés, aztán utána következik az arcüreg, utána következik a homloküreg, utána következik a torok, és következik a gége. Ezt körülbelül előfordulási sorrendben mondom. A szervezők remélik, hogy a szombati szűrőnapra minél többen ellátogatnak. Ugye azért szombatonként tartjuk ezeket a szűrőnapokat, mert az a célunk, hogy a lakosság az a része is el tudjon jönni ezekre a vizsgálatokra, akik hétköznap dolgoznak, idejük nem engedi, hogy felkeressék az orvosukat. Ők szombaton akár egy családi program keretében el tudnak jönni, és a szűrővizsgálatokon részt venni. A különféle vizsgálatok mellett általános állapotfelmérés, vérnyomás, koleszterin és vércukorszintmérés is várja a résztvevőket, emellett a dohányosok részére egy külön standot is felállítanak, hogy a leszoktatásban segítsék őket.